És azonnal gyanakodni kezdtem, ahogy egy ilyen kényes témánál óhatatlan. De hogy éppen hozzám jöttél tőle? Semmi közöm hozzá. Vagy hallottál rólam valamit? Vállat vont. Gondoltam, érdekelni fog. Ja, persze, hogyne. Nyugodtam meg kicsit. De mondd, és az biztos, hogy ő volt az utolsó? Nem lehet, hogy még mindig él egy reszkető vénség valahol délen? Egy Montevideói öregek otthonában? 100 éves elmúlt, de meghalni egyszerűen képtelen? Bár itt elakadtam, ő válaszolt. Nem él még egy valahol délen. Reszkető vénység egy Montevideói öregek otthonában. 100 éves elmúlt, de meghalni egyszerűen képtelen. És csúfolkodva tette hozzá. De, mint tudjuk, mindig él még egy valahol délen. Reszkető vénység egy Montevideói öregek otthonában. 100 éves elmúlt, de meghalni egyszerűen képtelen.